És mikor azt látta Jézus, előszólította, és mondta neki, Asszony, feloldattál a te betegségedből. Lukács 13.12 Feloldattál. Több igei utalásból is Világosan megismerhetjük Krisztus hozzáállását a betegséghez. Szerintem a Lukács 13 az egyik legjobb. Jézus szombat napon feloldozott egy nőt az erőtlenség szelleme alól, aki 18 éve beteg volt. A zsinagóga vezetői támadták Jézust azért, hogy szombaton gyógyít. Ő azt felelte nekik, hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött, íme 18 éve. Nem kellette feloldani, e kötélből szombatnapon. Jézus világosan kijelentette, hogy a sátán okozta ezt a betegséget, amely megkötözte az asszony fizikai testét. A Márk kettőben találunk egy újabb példát egy béna embert vittek Jézushoz. Ő pedig azt mondta neki, Fiam, megbocsájtattak neked a te bűneid. Ötödik verszak. Amikor az írás tudók megkérdőjelezték Jézus kijelentését, ő ezzel válaszolt nekik. Mi könnyebb? Azt mondanom ennek a gutaütöttnek, hogy megbocsájtattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszojádat, és járj. Más szóval, Jézus azt kérdezte, melyik a könnyebb? Megbocsájtani a bűnöket, amelyek az ember szellemi halálának a következményei, vagy meggyógyítani ezt a fizikai betegséget, ami ugyanennek a szellemi halálnak a következménye? Jézus mindkét esetben. A sátán kötelékét számolta fel. A betegség kötelék. Elnyomás. Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa az embereket. Megvallás. Tudom, hogy a betegség kötelék ami a sátántól jön, és nem Istentől. A sátán az, aki megkötöz. Jézus Krisztus az, aki feloldoz és megszabadít. A gyógyulás Istentől származik.